Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatóságot. Én Körei László vagyok, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézet egyetemi oktatója, a Magyar Marketing Szövetség tagja, a Magyar Politika Társaság tagja, és a Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság politikatudományi munkabizottságának alelnöke. Mai témám sikerfaktorok és városi más nyíregyháza helyi kormányzásában ez az a kutatási terület, amelynek vizsgálatát elvégeztem több önkormányzati ciklusra vonatkozóan, Nyíregyháza, megyei jogú város helyi kormányzása, önkormányzása elemzésével. Előadásom témájában alapvetően a helyi hatalom, a helyi társadalom és a helyi kormányzás, amely az én doktori diszertációm kutatási témája is. Ebben a keresztmetszetben fog elhangzani ez az előadás. Alapvetően a kormányzás térbeli társadalmi és történeti helyzeteit, vizsgálatait kutatom a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolájában, alapvetően interdisziplináris és multidisziplináris megközelítésben. Előadásomban szó lesz Nyíregyháza pozícionálásáról, városmárkázás szempontjából. Néhány hangsúlyt figyelembe fogok venni abban a dimenzióban, hogy egy postszocialista nagyvárosból mára hogyan lett egy modern és polgári telephely Nyíregyháza megye, megyei jogú város. Alapvetően eddigi kutatásomban kvalitatív módszereket alkalmaztam, de a kvantitatív kutatás szakasza a következő egy-másfél évnek lesz a szellemi és szakmai terméke, amelyet tovább folytatok a témában, Lali féle urbanisztikai skálával, mély interjúkkal, illetve csoportos interjúkkal. Fontosnak tartom hangsúlyozni a területi identitás kérdését ebben a vizsgálatban. Városmárkázás és imázsaulit szempontjából is vizsgálom a kérdést. És abban a szegmensben, hogy a városmárka stratégia, hogyan építhető fel több önkormányzati cikluson átívelő módon ez egy tudatos helyi politika, egy tudatos helyi kormányzás több ciklusú eredménye? És a hosszú távú pozícionálásként eh, meghatározta a azt, hogy többet ad. Többet ad a polgárainak, többet ad polgári telephelyként, eh, hozzájárul ehhez a régióhoz, ennek a régiónak a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődéséhez és ez mindenféleképpen egy hosszú távú pozícionálás. Látható a településnek a márka sloganje, a város márkája, hogy Nyíregyháza többet ad. Mit is jelent ez? A helyi hatalom, a helyi társadalom és a helyi kormányzás összefüggései a nézőpontom szerint leképezhetők a politikatudomány közpolitikai dimenziójából. A helyi kormányzás ebből a ebből következően a helyi hatalom által megvalósított komplex tevékenység, amely a helyi társadalom aktív többségének felhatalmazása révén a helyi közügyek és a lokális közpolitikai témák mentén gyakorlattá válik. Számos hazai és nemzetközi kutatás is bizonyítja és igazolja, hogy a szabad városokban a sikeres várospolitika feltétele nem más, mint az integrátor, polgármester szerepe, személye és karaktere, a helyi együttműködés megteremtésének a képessége, akár a politikai aktorok, akár a társadalmi struktúrák, mikrostruktúrák mesdjén, illetve a civil szervezetek, a civilia ereje és a civil világ kapcsolatrendszere révén. Sikeres város az, és sikeres helyi kormányzást feltételez az a helyzet, Hogyha egy település széleskörű kapcsolatrendszerrel, külkapcsolati szegmensekkel rendelkezik, és természetesen az sem árt, sőt kedvez, hogyha térségi legitimáció és esetleges országos reputációja is van egy településnek. Nyiregyházán az önkormányzati ciklusokon átévelő, és az én vizsgálatom 2006 és 2020 közé egy 14 éves periódust vesz gorcső alá, ebben a ciklusokon átívelő eredményes helyi kormányzás és a marketingorientált területfejlesztés, valamint a pozitív imázs megteremtése egyértelműen és együttesen tartalmi és arculati innovációt eredményezett nyiregyháza életében. Kimondhatjuk és kijelenthetjük, hogy a posztszocialista hely mára egy modern és polgári telephely lett, amely valóban igyekszik többet adni többet nyújtani a helyieknek. Kutatásom hipotéziseként azt állítom, azt állítottam, hogy Nyíregyháza városmárkájának építése egy tudatos, több önkormányzati cikluson átívelő komplex tevékenység, amely a helyi politika, és ugye ezt a helyi kormányzás, az önkormányzás valósítja meg, és a helyi társadalom integritásának valamilyen szintű eredője és összessége. Minőségi töbletet is jelent kampánynál. Egy hozzáadott érték, egy ígéret, egy karakter és arculat együttese a tér és az idő dimenziójában. Modern értelemben deklarált helyi önkormányzatok kialakulása az európai kontinensen szerves kapcsolatban áll a területi államok és országai kormányának alakulásának bizonyos kérdéseivel. Vagyis a helyi politika sok vonatkozásban függ a mindenkori országirányítástól, az országos közpolitika alakulásától. A vizsgált ciklusban azon szerencsés helyzetben voltam a kutatás tekintve, 2006 és 10 között, illetve 2010 és 20 között különböző ciklusokban azonos volt a helyi politika ideológiai tere és az országos politika ideológiai tere. Ez természetesen nem kizáró tényező, de a sikeres helyi fejlesztés akár a 2006-os, 2010-es ciklusban, akár a 2010-től 14-ig, majd pedig 2014-től napjainkig tartó önkormányzati ciklusban nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a város minden vonatkozásban sikeres legyen, a helyi kormányzás eredményes legyen, annak meg legyen a megfelelő társadalmi legitimáció, a támogatottsága, és olyan közszolgáltatásokat valósítsanak meg a város irányítói, amely azon polgárok számára nagyfakú elégedettséggel, nyugalommal, biztos fejlődéssel menjen végbe. Számos hazai és nemzetközi kutatás foglalkozik a helyi kormányzással, Pálné professzor, akadémikus Kovács Ilona, egyetemi tanár kutatásai ebben az irányba sarkaltak engem is. A helyi kormányzás minőségi megvalósulása alapvetően a közbizalom, a széles támogatói bázis transzferens működését, továbbá a megfelelő közösségi részvétel együttes tényezőit jelenti. Nagyon fontos, hogy az önállósulni képes civil szerveződések, a kontrollfunkciót megvalósító nyilvánosság és a polgárosodó lokális társadalom jelentse ezen kapcsolódási pontokat. Álláspontom szerint a helyi hatalom által megvalósított helyi kormányzás mindig egy adott városban, egy adott településen megvalósuló komplex és átfogó közpolitikai programot jelenti. Helyi társadalomról pedig akkor beszélünk, amikor egy település lakónépessége réteg szerkezetében a társadalom egészére jellemző munkamegosztási viszonyok a helyi adottságok által módosítottan jelentnek meg, és a lakópolgárok magatartásában, az integrációra ehhez kapcsolódóan az elégedettségre és a lakóhelyre való kötődésre, valamint a település sorsát befolyásoló döntésekben való részvételre kooperációs kapcsolatok. A többi utaló viselkedésmódok a szomszédos településhez viszonyítottan megkülönböztetett módon fejeződnek ki, és e különbözőségek a lakóhelyi stratégiákban, személyes perspektívákban is képesek megfogalmazódni. Vagyis, amikor az ember sikeresnek érzi magát saját lakóterében, akkor lehet egy igazi sikerfaktor a helyi kormányzás. Ugye? Nagyon fontos, hogy a városok márkaépítése során jelentős érték kategóriaként jelentkezik a területi identitásnak a kérdésköre. Egyrészt a konkrét terület, vagyis a város azonosságát, kvázi személyiségét is magában hordozza, mivel több belső, külső, kognitív elfogadást is egyaránt jelent. Másrészt a konkrét területtel, esetünkben Nyíregyházával való identifikációt is adja. Ez adta az én egyik kutatási témámat az alfejezetben, én is én személyesen is kötődöm ehhez a városhoz. Itt jártam felsőoktatási intézménybe, és jelenleg én itt is dolgozom, és ez olyan jó érzés. Nekem egy háza többet ad, és ezt egy életstílusban, életérzésben is el lehet mondani. A városmárka ezekből az impulzusokból is tevődik, illetve egy tudatos márkaszervezési stratégiának az eredménye. Egy produktum, egy termék. Nyire háza vonatkozásában hozzáadott érték, ígéret, karakter és arculati minőség szintézise. Nagyon fontos, hogy ezekben a szituációkban a lokális közösségek és a helyi társadalmak határai nem jelentenek merev település földrajzi és közigazgatási határokat, vonalakat, sokkal inkább egy tartalmas, attitűdbeli szegmens ragadnak meg és egy olyan mikromilliót, amely nem éppen a nettó lakónépesség arányát jelöli, hanem ennél mélyebb vonatkozási pontokat is magában hordoz. És hogy milyen módszerekkel lehet ezt elvégezni? Számos felosztás létezik az, az a, annak a vonatkozásában, hogy hogyan lehet nyíregyházát pozícionálni. Egyrészt szubjektív életérzés, másrészt objektív vonatkozások alapján, Elterjedt az az úgynevezett nyírségi életérzés. Mit is jelent ez? Hát helyi értékeket, jelenti a hagyományokat, jelenti a kulturális, gazdasági, infrastrukturális szolgáltatásokat. Ezeket hivatott legitimálni, védeni és erősíteni. A mindenkori városvezetésnek ezen területek fejlesztése révén eszköze, módja van arra, hogy sikeres helyi kormányzást valósítson meg hogy mit is jelent ez? Hát ugye ez a City Brand Index világosan megmutatja nekünk, Anhalt felosztása alapján egy nemzetközi, meg is bevált módszer, hogy egy város alapvetően pozícionálni több felosztás szerint lehet. Én megnéztem ezt a hatot. Nyíregyháza esetében a jelenlét, a hely, a feltétel, az emberek, az életstílus és a lehetőségek, a potenciál, ami nagyon fontos vizsgálat. Akár kvalitatív, akár kvantitatív kutatásokat nézünk, mindegyike visszaigazolta, hogy ez a hat tényező nagyon fontos az állampolgároknak. És nagyon fontos a mindenkori helyi hatalomnak, hogy a helyi közpolitikát ezek figyelembevételével szervezze. A jelenlét, vagyis hogy Nyíregyházáról, a város tevékenységéről és ismertségéről milyen a kialakított kép. Nyíregyháza többet ad. Számos mély interjú volt és jelenlegi városvezetők Állampolgárok, választópolgárok erről számoltak be. Büszkék erre az identitásra. Büszkék arra, hogy a hely fontosabb városi jellemzők összessége arról, hogy milyen a városkép, milyen a klíma. Nekik helyben fontos ez a lokális identitás. A feltétel és az adottság. Itt ugye a lakhatási előfeltételek, a lakáspolitika, a városi közszolgáltatások, a közlekedés és ezek közszolgáltatásoknak a minőségét érdemes figyelembe venni. Az emberek. Hát ugye itt a különböző interakciók, helyi társadalmi érintkezési formák, személyes élmények jelentik a kapcsolódási pontokat, az életstílus, a pulzus ehhez tartozik, ez az a fokmérő, ami a városi élet rendezvényeit, érdekes eseményeit tartalmazza, például a Vidovar Fesztivál, vagy a Kóstolja meg Nyiregyházát, illetve a Nyírségi ősz programsorozatok. És hát mik a lehetőségek, mik a potenciálok? Egyrészt ez gazdasági dimenzió. Elsősorban az üzleti versenyszférához és a munkavilágához kapcsolódik. Ugye itt a LEGO és az Electrolux jelenléte egy nagyon fontos volt a kutatás során. Nagyon sok állampolgár említette ezt az interjúk során, hogy számára ez rendkívül fontos helyleg fenntartható fejlődés szempontjából és a város vonzás körzetének gazdasági és térségi fejlesztése szempontjából. Nagyon fontos, hogy sikerült elérni Nyíregyházának azt, hogy egy halmozottan hátrányos helyzetben lévő megyében és régióban kitörési pontot jelent a helyiek és az odaérkezők, oda települők számára. Ebben a folyamatban realizálódik a ciklusokon átívelő sikeres helyi kormányzás és a városmárka hatékonyságának következtében kialakuló pozitív település imázs. Nézőpontom szerint mindezen reprezentációk, fontos értékek csak egy jól szervezett, összetartó és organikus egységet is leképező helyi társadalom viszonyrendszereiben képesek megfelelően artikulálódni. Nyíregyháza megtartó ereje a leghátrányosabb helyzetű megyei trendhez képest erős. Mindemellett a periférikus területekről szellemi, kulturális, gazdasági érvényesülési célzattal is bíró kapcsolódási pontot is jelent ez a város nagyon sok egyén és család számára. Hogyha egy kicsit megnézzük azt, hogy Nyíregyháza megyei jogú város a rendszerváltástól napjainkig hogyan is áll, Svotanalízist készítettem erről, hogy erősségei, lehetőségei, gyengeségei és potenciális veszélyfaktorai is vannak a településnek. A rendszerváltozás társadalmi, gazdasági és politikai szerkezetváltását követően egy posztszocialista nagyvárosból egy modern, megújuló, befogadó, nyitott város lett. Gazdaságföldrajzi dimenzióban vizsgálva, a területi diszparitások rendszerében lényegi és tartalmi különbség mutatható ki a szocialista és a polgári telephelyek között. Napjainkra kijelenthető, hogy Nyíregyháza alapvetően polgári telephelyként és polgári jelleget mutat. Melyek az erősségei? A legfontosabb a demokratikus helyi közélet, logisztikai központ, polgári telephely, néhány kulcs szóban erős középvállalkozói réteg van jelen a városban, és erősség az, hogy megyeszék Melyek a gyengeségei Nyíregyházának? Hát, hogyha Nyíregyháza többet ad, akkor el tudjuk mondani, hogy nekünk biztosan, de egy debreceni, vagy egy budapesti, vagy egy szegedi állampolgár szubjektíve lehet nem így érzi. Vagyis megvan a verseny hátrányunk bizonyos faktorokban a többi megyeszékhelyhez képest. Vannak elhanyagolt szegregátumok, a lakosság egészségügyi állapotának a romlása, illetve mérsékelt a működő tőkének a koncentrációja is. Melyek a lehetőségek? Hát a multinacionális vállalatok jelenléte és további beterpülése. A növekvő magyar mikrovállalkozások nagyon fontos lehetőséget jelentenek a városnak. És az is lehetőség, hogy elérje az egyetemvárosi pozícióját, a Nyíregyházi Egyetem, mint alkalmazott tudományok egyeteme fejlődési stratégiájával összefogva, együttműködve. És itt én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Nyíregyházi Egyetem oktatójaként Nyíregyházán van lehetőségem erről beszélni. Tipikusan helyi termékek piacosítása is egy nagyon fontos kapcsolódási gazdasági lehetőség. Melyek a veszélyek? Hát ugye a rendszerváltás óta hordozza magában ez a város a feldolgozóiparnak a leépülését, demográfiai problémák, a szürke és a fekete gazdaság jelenlétét, valamint a szuburbanizáció jelenségét. És akkor végezetül rátérek arra, hogy a helyi kormányzása hogyan is áll össze. Nagyon fontos, hogy a városmárka építése az egy tudatos stratégia. Számos nemzetközi és hazai kutatás is igazolja, hogy ez tudatosan városfejlesztési politikákkal, szakpolitikákkal összehangolva működtetve eredményes. Egészen 2012-ig nem volt Nyíregyházának hatékony szlogene, városi elmondata, amivel a versenytársaitól meg tudta volna különböztetni magát. A 2006-os önkormányzati választási kampányban az akkori polgármester Csabai Lászlóné polgármester asszony nem várunk a sikerre, hanem dolgozunk érte című kampányüzenete abban a kontextusban egyértelmű volt, házáról szólt, de politikai kontextusban lehetett értelmezni. Kovács Ferenc polgármester úr 2010-től egy igen personalizált brandépítésbe kezdett, Nyíregyháza 2006 és 10 között kormánypárti város volt, és az a sajátosság, hogy a választók akaratából 2010-től napjainkig szintén kormánypárti város, csak ugye más kormány irányította 2006 és 10 között az országos közpolitikát, és 2010-től napjainkig szintén más színezető és összetételő kormány van hatalmon. Nyíregyháza kormánypárti város színében és minőségében, ugyanis nem teheti meg, hogy lemarad a versenyben. 2010-től az új helyi kormányzat és városirányításért felelős menedzsment 2013-ra megvalósuló 300 millió forintos városképfejlesztés projektbe helyezte a városmárkázásnak a fókuszát. Ez nagyon fontos, hogy ehhez kapcsolódnak azok a smart és digitális technológiák, amelyek képesek új alapokra helyezni a városok versenyterepeit, sikertényezőit és pozícióikat egyaránt. Az innovatív szolgáltatások révén, ugye széles körű ember számára elérhetőek, megjelenhet a személyre szabottság, és egyre elterjedtebb a smartok révén a geotargetálás. Tehát az online térben is ö, nagyon fejlődött a város. Mindezek nyíregyházán is innovatív megoldásokat hoztak létre az elmúlt években, és így polgári terephelyként a város megindult a digitális telephelyek versenypályáján is, a, a digitális konvergencia és a hozzáférés széles körű élménye pedig erősíti és erősítette a városimást. mást. Mi a legfontosabb konklúziója ennek a kutatásnak, ennek az előadásnak. Az, hogy a meglévő városmárka az egy hosszú évek tudatos munkájának produktív eredménye. Nyíregyháza imázsa, a helyi kormányzás sikeressége a helyiek, a turisták, a befektetők ö, eredőjéből mutatható ki. Vizsgálataim alapján úgy vélem, hogy konkrét, a konkrét szlogen relevanciája, mármint, hogy nyíregyháza többet ad, Implicit motivációs vonatkozása, stratégiai iránya pedig a régió többi településéhez képest, és a halmozottan hátrányos helyzetű szabolcsatnád megyei viszonyok közepette abszolút igaz is. Mindebben a folyamatban a stabil helyi kormányzásnak támogató funkciója érvényesül, önkormányzati ciklusokon átívelő módon. Nyiregyháza ma az észak-keleti ország részben élő, Magyarországon, tartósan életvitelszerűen tartózkodni és dolgozni akaró egyének és családok egyik lehetséges kitörési, érvényesülési közege a jól lét lehetséges szimbóluma. Ebből a nézőpontból teljesen elmondható, hogy Nyíregyháza többet ad. Ha azonban megnézzük a megyei városok összesített rangsorát, akkor már álnyartam sokkal a kép. Tény, hogy az elmúlt években, az elmúlt évek fejlesztéspolitikája révén sokat faragott hátrányából, minden gazdasági, társadalmi és egyéb erőforrásbeli objektív mutató alapján, például Debrecenhez képest is, ami valódi fejlődést jelent. És végezetül összegezve néhány ok, amért napjainkban érdemes a várost választani, ha már a sikerfaktorokat és a város imázsát tekintjük, a város imást néztük. Az első, és nagyon fontos, hogy a helyi gazdaság gazdasági és politikai stabilitás van a városban. Hatékony munkaerő áll rendelkezésre több szektorban. Pozitívak a környezeti tényezők. Konzisztens helyi gazdaságfejlesztés és kulturális gazdagság jellemzi. Befektető barát jogi és egyéb környezet áll rendelkezésre. Egy sikeresen felépített városmárka stratégia, amiben jó kapcsolódni és egy pozitív imázsal és befogadó attitűddel rendelkező, szerethető várossá vált Nyíregyháza. Kedves hallgatóság, tisztelt hallgatók, köszönöm szépen, hogy meghallgatták előadásomat, további jó tanácskozást és előadásokat kívánok. Köszönöm.